A vasútállomás felé közlekedve, irigykedve nézzük mi autósuk a kerékpárosokat, akik vadonatúj kerékpárúton közlekedhetnek, mi pedig egyik döccenőből hajtunk a másikba. Korábban Mezei Zsolt városüzemeltetési alpolgármester beszélt már nagyobb útfelújításokról, amit most Pintér Tamás polgármester erősített meg. Az elmúlt hónapokban komolyabb beruházások történtek a vasútállomás környékén, új körforgalmat, új kerékpáros utat, illetve járdákat kapott az ottani csomópont, és azt gondoltuk, hogy az odavezető útnak is olyan minőségűnek kell lennie, amint a mellette lévő járda, illetve kerékpárútnak. Éppen ezért a következő hónapban elindul egy olyan fejlesztés, útfejlesztés itt ezen az útszakaszon, tehát az itteni benzinkúttól az új körforgóig tartó útszakaszon egy útfelújítást fogunk végrehajtani, mert szeretnénk azt, hogy ne csak a gyalogosan, illetve kerékpárosan közlekedőknek legyen egy jó minőségű útvonal, amin tudnak közlekedni, hanem az autósok is baleset nélkül, illetve kényelmesen tudjanak megközelíteni. Pintér Tamás arról beszélt, hogy a két körforgó közt teljes útfelújításra kerül sor, tehát a teljes utat felmarják, aztán aszfaltozzák. Ami pedig az időzítést illeti, nem kampányidőszakban készül az út, csak utána. Azt még nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy ez szándékosan nem a kampányidőszakban elkezdődő útfelújítás lesz, mert szeretnénk azt, hogyha valóban látnák azt is az emberek, hogy nem kampányolásra fogjuk fordítani az összes útfelújítást, hanem szeretnénk azt, hogy valóban ténylegesen javuló útjai lennének városunknak. Az itteni út után pedig folytatni fogjuk majd az útfelújításokat a városba. Szeretnénk, hogyha kisebb útszakaszokat is, belvárosi részeket is meg tudnánk újítani. Az útfelújítások tehát folytatódni fognak, gépjármű adó hiányában meg kell spórolni ezeket az összegeket, de a következő állomás majd a kisebb belvárosi utcák lesznek. Ezek ugyanis 60 évesek, kátyú-kátyú hátán aszfaltozni kell. Az elképzelések szerint az Esze Tamás, a Vörös Marti és a Gábor Áron utcák következnek majd. Visszatérve a Dózsa-György útra, a két körforgó közti szakaszra, az útfelújítás június közepén, végén kezdődik majd, és várhatóan néhány hét alatt el is készül.